Elnézést kérünk! Szakítanátok ránk egy kis időre? Ki vagytok? Én ezt vagyok. A közerkölcs védelmezője és a megfelelő magatartás bajnoka. Én pedig P, a szabályok betartója és a finom érzékenység hőse. És együttesen mi vagyunk? A szabályok és praktikák! Vagyis S és P. Na és mit akartok? Most épp dolgunk van! A viselkedésetek mindenhol ront a szuperhősök megítélésén. A hősöknek példaképeknek kéne lenniük, de ti traumatizáljátok a gyerekeket. De szerencsére itt vagyunk, hogy megoldjuk ezt a problémát. Hey, azt most akartam a fejéhez vágni. Bocsi, nem akarjuk, hogy a gyerekek ezt eltanulják tőled. Más módszerrel kell legyőznötök az ellenségeteket. Tudom, már eldarabolhatnánk bajtákkal. Az is túl erőszakos lenne. Hozzávághatnék egy veszett cicamitát. Azzal még annál is több baj lenne. Akkor elintézem a régi módi módszerrel, közvetlen közelről belelövök az arcába. Ami azt illeti, az működhet, de nem lőhetsz ilyen közelről. Megtennéd, hogy teszel néhány lépést hátra? Még néhányat. Így tovább. Majdnem jó. Tökéletes! Elvétette a célt, ez nevetséges. Elintézem a botommal. Remek, csak egy megjegyzés. Kérlek, ne érints meg közvetlenül. Miért vannak ilyen szabályok? Segíteni akarunk elkerülni a felháborodást. Hogy folytatódhasson a sorozat? Ti most vicceltek? Miért ne folytatódna a sorozat? Nos, a felháborodás bárminek véget vethet bármikor. De akkor hogy semmisítsük meg az ellenségeinket, ha nem lehetünk erőszakosak velük? Használhattok erőszakot, csak legyen rajzfilmesebb. Hogy érted, hogy rajzfilmesebb? Legyen bugyuta és túlzó. Én nem vagyok valami kreatív, de mit szólnál hozzá, ha hozzávágnál egy bálnát? Ennek nincs semmi értelme. De nagyon tetszik! Már is itt egy hosszú szárnyú bálna! Nekem ez megfelel. Hát ilyen viselkedés nem lehet utánozni. A nemzetközi közönség elégedett lesz vele. Engedély megadva! Ezt most azonnal meg kell ünnepelnünk! Ami azt illeti, én nem érzem helyén valónak ezt a táncot. Ezt hogy érted, hisz manapság így táncolnak? Igen, de olyasmit hangsúlyoztak, amit nem kellene. Csak nem azt akarja mondani, hogy túlsúlyos vagyok. Mi csak a felháborodást akarjuk elkerülni. Jó van, akkor inkább elviszük Mallát a börtönbe. Jaj, nem, ez a kötél így túl feszes. Most meglógott! Nézzétek a jó oldalát! Nem kell félnetek a felháborodástól! Tök mindegy, akkor menjünk haza! Igazad van, amúgy is vár ránk egy nagy adag vegán csili a konyhában, srácok! Ezzel a csilivel felülmúltad magad, Gézengúz! Tényleg remekül sikerült! Valahogy olyan más, csak nem extra fűszeres! Extra fűszeres és extra babos is! Érzem is az extra bab hatását. Bocsi a zavarásért. De lenne néhány kifogásunk a testi humorral kapcsolatban. Igazán? Mint amilyen ez? Vagy inkább erre gondoltatok? A gázok kieresztése különösen sértő a szülők számára. De hát ez természetes. Egyél babot a szignet, igaz? Ha sokat esel, sokat... A szó, amit ki akarsz mondani, nem hangozhat el. Elfogadhatjuk helyett a bukit, ha segít. Elfogadható alternatíva a szellentés, farszél, bélgáz, bélhang, űrgyűrű füty, hukkantás, púzás, durrogtat, vagy mondjuk a sejemsúgy. Ezek rosszabbul hangzanak, mint a másik szó, de felőlem, akkor legyen puki bélgáz. Én nem érzem valami jól magam. Mi volt még ebben a csiliben? Azt hiszem rosszul leszek. Pillanatokon belül visszajön, amit eddig ettem. Ami azt illeti, szeretnénk, hogy ezt mellőznétek. Túl undorító, és egész biztos, hogy az eredmény felháborodás lenne. És akkor mit vártok tőlünk? Tartsuk bent! Vagy csináljátok képen kívül. De hát ez lehetetlen. Nem tudunk megfelelni ezeknek a szabályoknak. És nem tudjuk követni a pucos praktikáidokat sem.